Jó, ez a csípős szósz. Annyi krumpli van, hogy nem tudom várni. Nem tudom várni, nem azt kell menekülni. Annyi krumpli ide tenni. Hogy tegyem. Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Hello! Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük mindenkinek csokoladiteket! Sziasztok! Szia, szia! Szia, szia! Szia, Migi! Már nem beszélhetek róla, Dóra. Mindjárt mondom. Ma olyan éhesek vagyunk. A tegnapi párbaj meccset elveszítettünk, tettünk ki a Meliről videót, mindenki kövesse be a Melit is. Sziasztok, szia, szia! Ja, kicsi a hely, nagyon kis asztal van. Elég férünk el ketten. A tatyó meg minden, azt nem férünk. De már követed, jaj, de jó, sziám, köszönöm, kövesse be mindenki. Várjatok, már valakit véletlenül némította. De hogy? Na, valakit megnyomtam. Mindjárt nézem. Úristen, véletlenül rányomtam. Gyere vissza, szia! Itt vagy, szia? Véletlenül lenyomtalak. Nem tudom, nem láttam, mert nagyon sok üzenetet kaptam. Nagyon sok üzenetet kaptam tegnap, még nem bírtam mindegyiket megnézni. Már vissza van. No. Jó van, Lindám, de ide írtál a TikTokra? Vagy a mesengel. Én is némítva voltam végig. A live-olban tegnap a Nelly némítottak. Azt a mindenit. Igen, nem. Köszönöm. Köszi mindenkinek. Sziasztok! Itt van a Falkó is. Sziasztok! Ő is itt van, csak nem bűnik össze nyomódni. Összeülni. Mert ez az asztal. Várjatok, így rakom. Várj, gyere közelebb. Jó, van. Már akkor van. Elég felássad a kezemet. Ma nem főztem semmit. Itt vagyunk most a Kapriba. Lájba, tudom, azért nem kell vele foglalkozni. Nem foglalkozunk vele. Ki? Elnémítottak, mi? Nem szabad vele foglalkozni. Ez ilyen fatá. Köszönöm az ajándékot. Sikerült? Szeretnénk egy nagyobb példát elfogadni. Igen. Igen.
vinnék anyámra két gyerbe krumpli. Milyen krumpli pizza még egyszer? Krumpli nélkül? Hát még, vigyek még krumpli. Akkor is ugyanaz. Jaj, jó nagyon. Persze, meg kell mondani az igazságot. Ermit erre egy határat majd csináltok sem, de legyen már a Neszalonna. Ahhoz csak ért igazán. Szerintem kifelejtette. Ahhoz csak ért igazán Alissa. Semmi máshoz. Elég szomorú. Elég szomorú, hogy anyuka létére így beszél. Elég szomorú. Meg hát egy szultána nem beszél így. Na, nem mindegy, ez az ő dolga. Nem, semmi. Szomorú. Köszönjük mindenkinek, finom. És a gyerekei ott vannak, otthon vannak, és ezt hallgatják nap mint nap, hogy az anyjuk ki kell magából. Belemény megint szó. Na, elmondom a véleményemet. Mire? Ebben mit mondok hozzá? Nem majd mondom, belemény meg egész kutat. Ja, nem. Saroltám, azt mondom, mit akar. Úgy, jó. Életemben nem láttam személyesen. De úgy mondja, mintha itt lakna velem. Nem anyuka. Köszönöm, Saroltám. Köszönöm, édesem. Nem kell foglalkozni, meg az embereivel sem kell foglalkozni, mert ide átjönnek az emberei, a csicskái. A csicskái, nevem a Rábiána, a rendes csicskái vannak. A csicskák ugranak. Mondta is, hogy csicskák. A Rábia a követőit csicskáknak hívja. Szomorú. Ez a fém. Egy anyuka így kikelni magából. Hú, én annyit nevettem rajta tegnap, hogy ordított, hogy én fejezzem be a live-omat, a saját live-omat állítsam le, menjek be hozzá, megparancsolta. Csókollak, Vivi, imádlak, Vivien. Még éjfélkor is én voltam a porondon. Bolond, szerelmes belém. Most már elhiszitek, hogy szerelmes belém? Szerelmes belém. Én nem mondtam a halott gyermekét. Én nem tudtam, hogy ő elvetélt. Én csak annyit mondtam, hogy terhes volt. És akkor ebben mi van? Ennyit mondtam, hogy terhes volt. És ha valaki nem tudja, hogy elvetélt, akkor honnan szívjam ki a kis ujjamból? Itt vannak a kutyái, a csicskái. Itt van, mennyi csicska van? Köszönöm előtt. Halljátok, aki a Rábiát védi, és mellette van egy ilyen bolond nőnek, az mind ugyanolyan bolond, mint ő. Mind. Egytől egyik. Maga mellé szedte az összes narcisztikus ember. Aki a Rábia mellett van, az mind beteg narcisztikus. Nem tehetek róla, hogy a nő belém szeretett. Én is szeretem. Na, csak most már hagyjon békén.
imádjuk, szeretjük mindjárt. Nekünk kell megijedni. Tegnap az iszákos nőn meghaltam, mennyire nyalazott a rábiának. Ja. Igen. Ugyan ez a kapri. Majd megnézem. Hú, milyen ordítás levágott. Énekeltem neki, táncot küldtem neki. Sajnálom, ő kezdte. Én nem beszélek úgy, mint ő. Privátba beszélek vele, ha akarja. Na, nézettségért csinálja már. Na, nézettség. Kettőnk közt van a probléma. Ketten beszéljük már meg. Múltkor nézték, 6500-an nem akart leállni. Életében nem nézték 6500-an. Csak én végettem, mert rólam volt szó. Rólam beszélt, és ezért 6500-an nézték, és még mindig nyomta 3 óra hosszán keresztül, nehogy lemenjen a nézettsége. Ez a szomorú. Fatálas. Ez a fatáros. Kimegyünk az utcára, majd táncolok neki egyet, majd videózátok le, majd küldjétek el neki, hogy szeretem. Mondjátok, mennek, imádok. Nyugodjon le, attól lenyugszik. Mert menjen, csókolgassa már meg a gyerekeit, mert sose láttuk még, hogy megpusztítta volna őket. Mert csak rángatni szokta. A kisbabát is csak így rángatni szokta. Csókolja meg a gyerekeket. Gucci. Én nem utálom, és senkit nem utálok. Hát most is azt mondom neki, hogy szeretem. Szeretem. Az amit nem lehet érteni, hogy én szeretem. Kapu. Az a kapri. Az a kapri étterem. És hatá... nincs élete, mert velem foglalkozik. Szerelmes belém. Belém zúgott, nagyon szeret. Jaj, én nagyon gonosz vagyok. Én nagyon gonosz vagyok. Igen. Ő akar engem megátkozni, rontást tesz rám, hogy mindig szeressen, míg élek. Rontást tesz rám, azt mondta, megront. Láttátok azt a videót, amelyikben azt mondja, hogy engem megront, rontást tesz rám, és én vagyok a gonosz. Jók vagytok. Na. Szerelmes belém. Azért beszélek róla, mert piszkál, mert nem hagy békén. Mindig rólam dumál, mindig rólam mocskolódik. És én akkor sem bántom. Az az érdekes. Akkor sem. Így van a Nikó. Kivel nem? Még a kóbor kutyákkal is lefekszik. Nem én kezdtem. Mindenki tudja, hogy ő állt belém. Bepüslek. Ő állt belém. Nem félek senkitől. Na. Nem tudok.
Jó. Ő kezdte, kikelt magából, teljesen kifordult, megszállta valami. Utána rájöttem, hogy belém szeretett. Adta a jeleket, hogy szerelmes belém, csak nem vettem észre. Aztán kifordult magából, mert én nem reagáltam rá úgy, ahogy ő szeretné. Értitek? Én nem folytatom, én nem mocskolom. Ő beszélt rólam tegnap is nagyon csúnyákat, és azt sajnálom, hogy ezeket a gyerekei mind-mind hallották, hogy az anyukájuk így ki van kelve maguk magából. Ezt kell hallgatnia Azrának, Nikolásznak, és a kis 5 hónapos kisbabának. Hát, és akkor azt mondja, hogy ő anyuka. Rám fordítja minden igyeit, rám fordítja minden energiáját, mert szerelmes belém. Logikus. Logikus. Majd kihever. Majd nem tudom. De nagyon csúnyákat beszél a gyerekei füle hallatára. És ő azt mondja, hogy anyuk, inkább puszilgassad, ölelgessed a gyerekeidet, csókolgassad, játsszál velük, legózzatok, játszatok, menjetek ki a játszótérre, menjetek el parkba, menjetek el, nem tudom, vidám park, vagy nem tudom, valahova töltsétek már hasznosan az időt. A gyerekeiddel foglalkozzál, ott van rajtad 3 gyerek, és engem szeretsz, nem a gyerekeidet. Szörnyű vagy. Szörnyű vagy. Nem bántottam. Soha. Semmikor. Isten őriz. Én csak az igazat mondtam. Tegnap is egész nap rólam beszélt. Miért ne tárgyaljam ezt meg a barátaimmal? De én nem ordítok, nem kiabálok, nem kelek ki magamból. Nem ordítok, hogy jöjjön ide a rábiát. Nem ordítok. Én nyugodt vagyok. De ő a gyerekei mellett, amit leművelt, nem fél a gyámügytől. A gyámügy kimegy hozzá, neki recs van. Elveszik tőle az összes gyereket. Majd ott fognak kopogtatni. Videó van róla, hogy rángatja a gyereket a kezébe. Eljjj, szultánál, nagyon gonosz vagy. Eljjj, szultánál. Nem úgy viselkedel, mint egy nő, meg mint egy anyuka. Nem. A nőknek a szégyene vagy szultana, meg az anyáknak a szégyene vagy. Szultana menyasszony. Így van. Az volt áron, de szerintem még most is be lehet rá fizetni. Tarifa. A tarifa. Ő szultana menyasszony. Kint vagyok az oldalán. Kirakott engem. Ott virítok az oldalán. Ott vagyok a TikTok profilján. Imád. Ha ki se bírna engem állni, nem rakna ki saját profiljára. Én nem mondom a gyerekeit. Én féltem a gyerekeit. Mamuka. Azt várom, hogy kész legyen akarat.
Ő miért beszél mindig én rólam? Meg ő miért akar engem megátkozni? Meg miért akar én rá rontást tenni? Ez most ugyanaz. Én nem mondok ilyet. A gyerekeiről meg igazat beszélek. Akkor még kell itt megsértődni. Nem tudom ki a hókuszpók, de nem szereti Arábiát. Dehogy megyek be hozzá, Isten őriz. De ez a nő narcisztikus. Én narcisztikus emberekkel nem alacsonyodok le hozzá. Én nem alacsonyodok le hozzá, meg én nem rakom ki ide az oldalamra. Együnk, a Falkó is. Sziasztok! Pápáz! Sziasztok! Majd jövünk hozzátok vissza. Puszilok benneteket!